Szép jó estét, szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, folytatjuk az élőadást, illetve nem folytatjuk, hanem folytatjuk a játékokat. Ma kettő darabbal fogunk ugye játszani, ahogy tegnap ígértem a GTA Vice City végén. Ugye péntek lesz majd a dupla nap, amikor dupla jóság lesz majd folyamatosan. Hát folyamatosan reményem szerint azért az állandósulni fog. Kicsit most már kezd száradni a pólóm, rommá izzadtam magam, rohadt meleg van odakint, úgyhogy remélem, hogy jöttök majd és nézitek, mert ilyen időben kint lenni, és én hülye a munkahelyemről, ami az Árpád hídon van, de legalább kipróbáltam mondjuk a nanrobot rollert, ugye, amit már nagyon régen bemutattam a csatornán, ugye az a saját rollerem, hogy egy feltöltés sem bír vajon annyit, hogy én el tudok menni az Árpád hídtól, a felüljárótól, az őrsvezérterig, az IKEA-hoz, és az IKEA-tól egészen végig a Könyves Kálmán körúton át a Rákóczi hídon, és a budai oldalon vissza a Gellért térig, és el tudott jönni. Igaz, hogy kettes fokozatban, ami azt jelenti, hogy maximum 24-25-en mentem, amire amúgy a legtöbb roller képes maximálisan, és azon a sebességen, hát talán ha egy 15 kilométert kibírom. Most azért én úgy osztottam, szoroztam, és azért minimum egy 20 kilométert így elrollerezgettem, és kettő egység még maradt, úgyhogy végén már izével hármassal jöttem, és még így is bírta a 29-30-as tempót. Úgyhogy már azért ugye az egész várost végigmásztam, és hát de amúgy meg rohadt meleg. Tehát ez a... már nem a roller meleg, hanem az időjárás. Szóval... hú, jó, hogy van klíma, most itt fújja rám, úgyhogy így fogok majd kurva megfázni, de nem baj. Játék akkor is lesz. Legalább ma biztos, hogy lesz. Megfázni meg valószínűleg holnapra fázom meg, vagy holnap után, akkor meg úgyse lesz még élő, vagy a legközelebb az... mikor? De nem, hétfőn. Hát pont hétfőn. A fenébe. Na mindegy, igyekszem nem megfázni. No. Alekinz Gun. Folytatódik. Nem tudom mi volt. Azt hiszem elfelejtettem, hogy volt egy átvezető videó, amit azután néztem meg, hogy... hogy mi van? Ja jó, akkor lejátszom még egyszer. Akkor nézzük meg együtt. Mert azt hiszem, ezt nem láttátok. End of record. Vincent Rambaldi, employee number 1017. I don't have much in terms of tangible evidence, hardly that to give up, but I am absolutely confident that within my team, there was someone who delivered information to the conspirators, a traitor to the United States. Sent in manila envelopes on 6 different occasions. I can confirm the accuracy of the information. My testimony will help confirm the accuracy of each operative's alibi when questioned by internal affairs. Igen, mert most így derül ki, nem tudom most ki a tököm ugrat le, mert ugye ezzel kezdődött, hogy itt leugrik valaki, mert hogy kinyírták a családját. Ja, ezt vette föl. Ja, hogy ezt fölvette izére, kazettára. Igen, valószínű ugye a... hát belül, hát nyilván mindig belül van valami izé, valami besúgó köcsög. Tehát sose úgy dőlnek meg kormányok, meg világok, stb., hogy ezt így erőszakkal legyűrik. Hát ez mi ez? Ja, igen. Hogy erőszakkal legyűrik, hanem van egy, aki beépített ember, az információt szolgáltat, és akkor sokkal könnyebb. Jó, nyilván van valami látszatháború, vagy ilyesmi. Attól függ, hogy mire van szó. Or should I say, Semyon Alexievich Strogoff. Veteran of the Second World War, a member of the KGB of the USSR, and now the most wanted man in America. You see, the president was assassinated today.
Megölték a hízét, ugye Kennedy-t. An aircraft carrier off the coast of Cuba was attacked likely by a Russian sub. Now I haven't received word of the attack yet, but it's only a matter of time. And now a Soviet spy is arrested right outside the CIA safe house where all of the agents have been systematically killed. The public will have no doubt who's to blame for this. No one will hesitate to accuse the Russians. And you, their agent. Hát ugye rá akarják enni életet az oroszokra, ugye a gyilkosságot is meg, mert hogy valami közben mi tenger alatt járó megtámadott Kuba partjainál egy hajót. I found Lee 2 days after you removed Cataldo. We had to act quickly. Kennedy's assassination would signal the beginning of a main phase of the operation. His assassination almost didn't happen, of course. But then you handed the evidence to me. I must say, not very cautious of you, Agent Alekhine. Nothing to say? Well, you do have the right to remain silent. And whatever you say can and will be used against you in a court of law. And I made sure your story won't match with this. Rambaldi's men are dead. And your name doesn't appear in any of these documents. There's nothing to confirm your version of the events. You'll stay here till Monday. Then you'll be transferred to the CIA. I'm sure they can't wait to meet the spy who murdered their friends. I don't even want to imagine the kind of hell they're gonna put you through. Farewell, comrade. You won't be missed. Nami! This isn't over yet. This isn't over yet. This. Miért beszél így? Tudom, hogy orosz vagy szovjet vagy ezért. Na! Tehát a building plan obtained the evidences, building plan capture Andrew Pearson. Gondolom ő volt az Andrew Pearson, akivel most itt diskuráltam, illetve nem diskuráltam, ő diskurált velem. Ja, hát és ugye most nem tudok választani semmit, mert ott vagyok a börtönben. Na, ez jó lesz, akkor egy szökés. A börtönből ki kell szabadulni. Remek. All right. Enjoy your new home, Kami. Jó, miért ilyen bonyol? Opa, ott volt. Na, meg vagyunk. Jelen van, mi volt az? Ja, az M volt a map. Kiengedjük? Van is valami ízé. Engedjük ki. És akkor, hogyha elszökik, le... Aha, jó, ott van az ízében. Valahogy meg kéne szerezni az ízét. Őrnek az egyenruháját, de szerintem ez mindjárt menni fog. Nem akarsz, bazd meg, nem akarsz megszökni? A picsába. Hát akkor bazd meg.
mi van akkor, hogyha ide benyitok? Na most nem figyelt föl rá, hogy mi van? Most ott ül, vagy mi a szar csinál? Aha, jöjjön, most oda leült. Mindegy, füttyentsünk egyet majd neki, az most elmegy, igen. Jó, gyorsan, átrohant, átsprintelt. Jaj, hogy ez jön át, ó, bazd meg. Basszus. Hogy lehetne jól kinyírni, vagy valami ügyesen okosan? Ezek meg fogják hallani szerintem. Bazzek, közben izé, az meg... Na, aha. Én izé vagyok. Én itt voltam a ketrecemben, nem is... Az emberünk az elfutott arra. Biztos úr arra ment. Na, akkor... hát szerintem ott nem is kell akkor fölmenni. Zárjunk? Bezárunk téged. Na, vele meg helyet cseréltem. De lehet, hogy... várjál, ide. Ide a sötétbe berakom. Na, becsukod még ma? Jó. Na, akkor mentsünk egyet, mert szerintem ezt most egészen izé... Ne, nem mondom azt, hogy nagyon profin csináltam, de... De várj, most... Jaj, milyen mission? Ott van az egyes pont. Building plans. Itt most lefele megyek. Aha.
basementben igazából semmi nincs az ég egyet a világon. Vagyis de, lehet, hogy a basementen keresztül tudok ott egyszerűbb felmenni majd az első emeletre. Oké. Okay. Subway tunnels? Here. Is it possible? Yeah. Through the basement. Thought you knew. Bye. Ugye, hogy vagyunk? Igen. Ott fordulunk el. Azért ennek gyanús vagyok. Na jó, akkor megyünk erre. Mert hogy van? You bastard! Úgy érzem, egy kicsit agresszívbe mentem át, de valahol... Hát nem tudom, hogy... Ezt az ajtót, ezt még nagyon őrzik, ez nekem gyanús, hogy miért van itt ekkora izé... Pászt... Nem ezt akart, jó... Elvileg itt tudok majd fölmenni. Aha, így egyszerűbb lesz szerintem. Mert ugye most már itt vagyok, és... Már csak oda kell menni szembe. Puh, nem biztos, hogy egyszerű lesz, de... jó, mentsünk. Oké. Na csákány, ha? Ha? Jaj, gyorsan szaladok, hogy ne vegyetek észre. Vagy ne ismerjetek föl. És ide kéne akkor bemenni. Nem volt, jelenben nem neki volt ilyen megérzése, hogy milyen szar. Most az ott áll, nem az elment. De ismerős ez a fazon valahonnan nekem. Na hát így van. Ó, hát egy szelet pizzát esetleg nem lehet. Nem. De most hol forduljak meg? Ja, ott van, itt lesz. Hát eddig egész könnyen eljutottam ide, úgyhogy ez nem volt annyira kicsit agresszíven, tehát lehetett volna osonósabb is, meg kifigyelem gondolom az ellenfél mozgását, meg álcázom magam 6 millió embernek, de na, egy szeret pizzát, bazeg, nyomjál már. Hát ha nem. Mi van? Most hova kell mennem? Tehát ez fölmegy a second... Föl kell mennünk a second floor-ra.
Hát a WC-n nem. Elvileg, hol vagyunk most már? Jó helyen. Igen. Igen. Mit nézett? WC-re rohan. Na, tehát át kéne menni oda szembe. Aztán ott balra. Ó, bazeg. Itt kellett volna vissza. Mit kell itt amúgy csinálnom most? Ez mi? Ja, mert bizonyítékokat kell ezzel. Ja, hát itt mi van? Szevasz. Add ide. Ó, bazzeg, nem? Hogy betok ide? Uff, picsába. I need access to some evidence. I don't remember the number, but I can look if you're busy. Oh no, I'm fine. Where's your authorization form? Are you from Greenwich Village, Tribeca? I can't figure out your accent. Oh, I'm from Texas. We've had a few transfers lately. Authorization forms are handed by the lieutenant. De akkor most mi van? Ja, valami loot. Ja, hogy aha. Jó, tehát most akkor oda visszamegyünk a Lutherenthez, mert neki valószínűleg lesz ilyen autorizációs formanyomtatványa. Ó, az is. Ó, a picsában, nem akkor, majd megnyomtam a bal gombot véletlenül. Ne, ja? Ú, lehet, hogy ment, hát ez még eléggé messze van, de mindegy. A picsában. Véletlen... Ja, evidence-ek megvannak már? Ez megvan. Jó. Á, felében jó, hogy sokról azért nem maradtam le. Elrejtjük abba a szekrénybe valamit. Hát a legyek azok ott nagyon izé lebzsálnak a kukájánál. Nem férek oda, bazd meg. Oda férek, jó van. De hol van a... Hogy... Picklock, ez az. Ó, bazd meg, hogy volt ez? Fenébe!
Nem így akartam. Természetesen. Igen. Csak most ne forduljon a többi, nem értem a logikáját. Ez az! Ez mi? Ja, hogy itt volt itt minden... Ó, nagyon jó! Hát ez nagyon csodálatos! Jó napot kívánok! Hát akkor megyünk is a... És ugye ezek most már rendőrök nem fognak engem felismerni, hál' Istennek, mert ugye most nem vagyok rendőr, tehát nem leszek... Nem leszek gyanús. Na jó, beengedsz? Hol vagyunk? Hát elveg itt kell legyen. Ott van a fegyverem, ott hangtompítós. A hangtompítő van nálam, na fi... Remélem. Ez az, a Makarov. Colt, ez nem is kell, bazzeg. Jó, mentsünk azért egyet. Ja, check and mate, ez a sakmat. Ja, értem már. Jó, és most mit kell csinálni? Valami még van, mi, ja. És az Andrew Pearson, ő meg a harmadik emeleten van. És valami point of interest ott van a liftnél, nál. Hát akkor fölmegyünk a... Hogy tudunk fölmenni? Innen. Az viszont a harmadikra. Oh, was ist los? There's a note on the door. Says that there's some construction work happening on the third floor. Igen, és akkor ott elfordulok, és arra megyek. Na megint véletlenül megnyomom ezért. Na, ja nem, ott el kéne fordulni. De várjál, ott van valami. Na, azt megnézem, ott valami point of interest van. Jó, ez jó kis játék lesz megint. Na, még egyszer kezdjünk neki. Fölfele pötty. Basszus! Miért van ilyen sok? Miért van ilyen sok ebből? Lehet, hogy le se kéne kapcsolom a villanyt. Na. Tehát fölfele, lefele... Ez, oké. Jó. Zsír. Ho-ho. Hát nincs világítás, gyerekek. Hát ugye mindenki. Most hol vagyunk? Igen, oda kell még menni.
This is a restricted area. You bastard! You bastard! This is a restricted area. Ja, bocs, már megyek is. Ez a WC. De hol van a... Hol volt a... Hol az anyámban volt? Ja, itt voltunk. Hol tudom elhagyni? Gondolom az első emeleten? Ó, baznak a basementben, persze, hogy a basement. Tehát hogy vagyunk? Hogy van ez a... Hol? Hát ez gyorsan megvolt, na. First floor, tehát ez most lefele megy, igen. Jó, és akkor még a basementbe kéne lemenni. És oda meg, hogy tudunk? Hol a basement? Ja, az pont ez megy szembe. Nagyszerű. Ó, az most azon végig kell ott vánszorogni. Oh, Istenem, persze, hogy a másik végébe kell menni be. De várj, nem föl... No. Nem följönni akarok. Ja, várj, ez ilyen lőtér, vagy ez ilyen gyakorló. Hogy van? Ja, bazdmeg, pont a másik helyre kell volna menni. Menj már odébb. Szemközti ajtó. Most nem mondod, hogy az Andrew Pearson-t is el kell vigyem. Hát hogy az... De nem csukott be az ajtót. Hát egy tippem van, hogy hogy viszem el. Rejtsük el, végig is ott van egy szekrény, úgyhogy rakjuk be oda. Hát ha azért kapunk pontot, vagy valami jutalmat. Oké. Okay.
itt nincs senki, ez oké. You bastard! Itt nincs valami izé, szekrény, nincs. Mindegy, jó lesz itt. Tehát a lifthez, mert ugye ott van a lift, és a lifttel lehet fölmenni a harmadikra. Lehet, hogy ezzel kellett volna lejönni. És biztos, hogy így kell csinálni. Cargo lift, de hol lehet beszállni? Hol tudok beszállni a cargo lift? Ja, itt kell hívni? Aha. Na jó, azért mentsünk egyet, mert fönt lehet, hogy engem keresnek. Tehát ők elmentek. Na és majd őt kéne... Vagy őt kéne? Melyik a hulla? Ja, őt. De nem, mert ő volt az Andrew, nem? Nem ezt kell fölvenni? Vagy őt kell fölvenni? Őt kell fölvenni, ez volt a... Igen, ő volt az Andrew Pearson. Csak jót viszek el, bazd meg. Szevasz! Szia Retro Games! Üdvözöllek! Mi újság van? Mi út van? Ja, várj, rossz helyre mentem. Na, utánam jössz? Gyere utánam! Gyere utánam! Gyere, és akkor leütlek. Bazd meg, nem? Akkor te gyere, gyere, gyere. Halló, szevasz. Na gyere ide.
Azt akarom, hogy ő az most elment. Ezt a kettőt kéne igazából lelőni. Másik bazd meg. Picsába már. Az a baj, ezek itt vándorolnak. Most kéne lelőnöm, de a másik az... Igen. A másik az elment most, jó. Figyelj, de azokat úgyis le kéne ölnöm, nem? Ezek most így nem értik. Ott állnak és nem értik, hogy mi van. Hát mi van itt? Jössz utánam? Az a beraklak a szekrénybe, csak... Ah, az meg. Gyere már, gyere! Nem érek rá! Hány embert kéne izé? Ott van egy rendőr. Jó, a rendőrt azt akkor most gyorsan elintézzük.
Van még itt valaki? Hát még ott abban a szobában vannak, de... Jó, de az... Hát ezek csak nem jönnek ki. Na. Mentsünk egyet. Hát megint mészároltunk egy kicsit, de hát... Már hozzászoktunk. Most nem tudom, hogy amúgy szebben, hogy lehetett volna. Itt embereket biztos, hogy kellett volna megölni, mert hát itt valahogy ki kellett volna vinni a vállamon. Tehát nem tudom, hogy máshogy, hogy... Tehát... Gondolom nem nézi senki ilyen izé. Nyugodtan, hogy... Ja persze, vigy csak, igen, hát meghalt szegény, nem baj, vigyérek le az alaksorba. Ha FBI-os kabát van rajtam, akkor vihetem, nem? Most nem tudok lemenni, de na azért. Remélem, hogy jót viszek el, de hát ez a lieutenant. Neki van ilyen izé. Ezek az igazi nyomozók, a főnyomozóknak van ez a keresztbe, hátul izés, ez a dupla pisztolytároló. Erre csak most jó felé kéne mennem. Igen. Hogy már rossz irányba induljak ebbe azért, mert... Jó. Jó felé megyünk. Pont a rendőrség alatt megy pont a metró, és van is egy izé, egy ilyen nyílá... Nem egy ajtó. Ja, Igen. És most hova kell mennem? Ja, oda. Ja, csak ne jöjjön a vonat. Ciki lenne, hogyha már az előbb jött. Ja nem, mi sem. Jó van. Ez az! Hát, hangos voltam egy picit. Nem voltam pontos sem, meg profi sem. Ez nagyon izé... basszus, ezt nagyon elrontottam. Mindegy. A lényeg, hogy túl vagyok ezen a pályán is. Úgy, ahogy. Ezt lehetett volna persze elegánsabban is, de most nem tudom. Ezt így végig akartam gyorsan nyomni. Na nézzük, mi lesz a... Cuba, I just gave the orders. Might as well have been you. You're right. And I would have enjoyed it. You know, I never warmed up to cooperating with you and your country. That's a pity. That's a long time to be bitter. Cooperating with communists is a disgrace. You know, Vincent was a nice guy, but he's an idealist. He believed this Cold War was beginning to thaw and a peaceful resolution would change everything. It won't, comrade. Peace between Russia and the U.S. is impossible. Any attempt at diplomacy only serves to delay the inevitable. Now it's time to move forward. No more negotiations, no more gridlock under Kennedy, no more playing nice with Khrushchev. It's time to end this. Who are you working for? Give it up. You've already lost. I've had this since Austria.
I've always been told this model is crap. It's never misfired before. Good time to start. Who are you working for? Someone in the Department of Defense. Who? Someone this country needs. A true leader and visionary. Someone who has the courage to do what our president was afraid to do. Someone who isn't afraid to stand up for what they believe in. I was looking for such a man ever since I joined the CIA. It's almost ironic that he could turn out to be a German. German? What's his location? You know, I received a telegram from him. He's called a meeting. All the information is in my car in front of the station. And guess what? You'll be shot on sight. I won't even need to tip them off like I did with Vera. I just wish I could be there to see it. So how was it when you saw Vera, by the way? Do you have anything else useful to say? That's all. Now stop stalling and do it, you damn commie! Ez az, anyád, így van, megérdemelted, rohadék. Ez azért, mert lekommunistáztál. Na. Hát akkor elintéztük a izét. A Vesugó, de ugye most valami germán... Bruce Gardner, az ki az anyám? Ja, az összeesküvésnek az egyik ilyen szervezője. Uh-huh. Szerintem ez nem a német csávó, Head of the Cons. Igen, tehát ez meg a feje az összeesküvésnek. Ja igen, még mindig nem tudjuk, hogy ki az. De valószínű, hogy azzal fogunk közelebb kerülni hozzá, hogy megöljük ezt a Bruce Gardnert. Yeah. Na, continue. Hát igazából, ugye nekünk van a hangtompítónk. Hát továbbra se kell. Továbbra se kell igazából semmi. Walter. Mauser. Ez mondjuk jó lenne, csak... Hát szerintem... Azt nem értem, hogy honnan tudjam én, hogy most nekem izé puskára lesz szükségem, tehát sniperre, vagy nem. Tehát nem látom a pályát, van, meg... Na mindegy. És azért sniper akár csak akkor lenne, hogyha... Ha ilyen, nem tudom, valami... Hogy alföldön mennék, és akkor izé... 5 kilométerről le kéne valakit szedni. Vagy valami épület tetejéről. Tehát így semmi értelme nincsen. Thompson. Hát mi az anyámnak megy? Ezeket úgyis el kell dobnom, mert hogyha izé fölveszek egy szakácsruhát, akkor már izé, már feltűnő, hogy hoppa, hát ott is Thompson. Ó. Oh. Engraved knife. Ez mi? Range. Throwing knife. Hát legyen egy ilyen bázeg. Kitchen knife. Legyen poison is, na. Így. Hú, viszont a izét, FIFA-t fogom kezdeni. Mert most szigorúan 9-ig lesz a dolog. És akkor, ja, beöltöztem a izének a csávónak. Nagyon jó. Level 5, úristen, az igen, ez valami asztalolt. A level 2 van, hát ez nem lesz egyszerű, mert level 1-en lesz valami poi. Tehát ez érdemes lesz majd izé ellátogatni. Jó van, ez kis finom pálya lesz. És igényre most ezt a pályát valóban ilyen kém módjára, méltó módon fogom megcsinálni, tehát nem fogok izé, nem lesz ilyen, mindenkit lekaratézok, vagy leütök, és akkor oké, fölveszem a ruháját, de akkor se így kéne, hogy izé, hogy 10-ből 9 embert, aki az utamba esik, azt így leütöm, vagy kinyírom. Úgyhogy ezt a pályát, ezt ígérem, ezt úgy fogom csinálni, ahogyan hát ahogyan az elegáns meg amúgy kéne csinálni. No, viszont az Alekinsz gám mára most ennyi volt, hiszen hát meg volt, elértük kb. Az egy órát. Durván, úgyhogy ebben már nem kezdek bele ebbe a missionbe, úgy csinálnám végig, nem tudnám. És pár perc múlva jön a FIFA 20,
ki is, hogy hívják, Jürgi, igen, Jürgen Fickenbauerrel játszom, ugye. Az előző adásban, ha jól emlékszem, hát ugye ez már régen volt, múlt héten pontosan, ha jól emlékszem, hát addig tök jól ment minden, tehát ilyen rengeteg gólt vágtam minden meccse meg a csapatnak is, és a múlt heti adás volt az, amikor az egész csapat, mint hogyha aludt volna, de akárhány meccset játszottam, hát bénák voltak, meg én is lassú voltam, nem tudom, szélütést kaphattam, valamit biztosan. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, remélem, hogy ti is, hogy most ebben az adásban mit fog sorsolni, vagy dobni nekem a FIFA 20-nak a gépezete, hogy most akkor Jürginek fáradtnak kell lennie, vagy most éppen tele lesz energiával, úgyhogy meglátjuk. Pár perc szünet következik, hozom a kontrollert, vagy éppen fel kell dugni töltőre, és folytatjuk a FIFA 20-szal. Aki esetleg az Alekins Gun, tehát ezt az adást YouTube-ról nézné vissza, és tetszett neki ez a gameplay, ne felejts el lájkolni, nagyon szépen megköszönöm persze, és feliratkozni a csatornára is, mert folyamatosan lesznek tartalmak ilyen gamingek, ezből talán meg kevesebb, és igyekszem, hogy minél több teszt legyen, azok is érkeznek hamarosan, de hát dolgoznom kétszerre sok mindenem, meg hát mellette ugye munka, tehát azért nem olyan egyszerű az élet. No, pár perc szünet, tartsatok ki, hogy addig frissítsétek magatokat egy üdítővel, vagy egy sörrel, és jövök vissza hamarosan. Szevasztok!